Az ungvári várkápolnájában folytatódnak a nyílt előadások. Legutóbb a kárpátaljai ikonosztázok bemutatására került sor. Az előadást Mihajlo Prémics művészettörténész tartotta. Ezt a témát már viszonylag sok alkalommal kutatták, de hozzá kell tenni, hogy az ikonosztáz továbbra is úgymond el van zárva a templomokban. Az ikonosztáz az ünneppel is asszociálódik, hiszen egy faluban az emberek általában el voltak foglalva munkával, és csak az ünnepnapokon találkoztak az ikonosztázzal. Az előadás az ikonosztázok kategorizálásra tett kísérletéről szól, mivel Kárpátalján különböző korszakokban és különféle mesterek által készített ikonosztázokkal találkozhatunk. Eltérő festőiskolák képviselői alkották ezeket. A 18. század második felétől jelentek meg az egyházi ikonosztázok. Ezek közé tartozik az ungvári Szent Kereszt felmagasztalása Székesegyházban található is. Jelenleg ezt az ikonosztázt felújítják. A munkálatokat a tervek szerint még idén be fogják fejezni. Gyakorlatilag az eredeti kinézetét fogja visszakapni az eredeti színekkel és aranyozással. Ez egy klasszikus, hagyományos, 18. századi ikonosztáz lesz rokokó stílusban. Az előadásra több fiatal is eljött, akiket érdekel az egyházi művészet. Vasil Derbál, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia végzőse, a Volóczi járás egyházi művészetének kutatásával foglalkozik. Közel áll hozzám ez a téma. Még az akadémiai tanulmányaim során kezdett érdekelni a kárpátaljai ikonosztázok története. Ezért nem hagyhattam ki ezt az előadást sem. Jeles napon került sor erre, hiszen most veszi kezdetét az új egyházi év. Kárpátalján több stílusban készült ikonosztázokat találhatunk. Például a Máramaroson keresztül érkezett európai hatás nyomán készülteket. Fontos ezeket is megemlíteni. Olga is a Kárpátaljai Művészeti Akadémia hallgatója. Az előadásra azzal a céllal érkezett, hogy a foglalkozásokon kívüli időben is meghallgassa tanára előadását. Már hallottam ezt az előadást, de örömmel hallgatom meg ismét, hiszen ez érdekes a számomra. A tanárúrral beutaztuk a megyét, ezért a prezentáción látható ikonosztázokat élőben is láttam. Tetszik, hogy Kárpátalján fennmaradt az autentikus hagyomány és kultúra, az itteni szakrális művészet pedig eltér az Ukrajna más vidékén találhatóktól. Bár dolgoztak itt lvivi és erdélyi művészek is, de sokszor helyi művészek dolgoztak az ikonosztázokon, akiknek nem volt felsőbb végzettsége. Az előadás során Mihajlo Prémics bemutatta Ukrajna legősibb ikonosztázát, valamint a művészeti irányzat kárpátaljai példáit is, de beszélt a különféle stílusokról, valamint a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye templomaiban található ikonosztázok elrendezése közötti hasonlóságokról, illetve azok teológiai és történelmi jelentőségéről.